88 oldaltól áll fel az a dokumentum, amelyet Ludovik Orbán kinevezett kormányfő mutatott be a nyilvánosság előtt, és a leendő kormányprogramját tartalmazza, amennyiben sikerül hozzá megszerezni a parlament bizalmát. Noha Orbán ígéretet tett az RMDS-nek, hogy teljesíteni fogja a szövetség elvárásait, csak nagyon kevés szó esik ezekről a kérdésekről a dokumentumban. Sehol nem szerepel például, hogy 6%-ot fordítanak az oktatásra, és arról sem, hogy miként szándékoznak betartani a kisebbségi jogokat. Az ország területén élő kisebbségekről pedig csupán két mondatban esik szó. Az egyik arra vonatkozik, hogy a kormány egyszerűsíteni szeretné a nemzeti kisebbségek szociális és kulturális projektjeire vonatkozó szabályozásokat, a másik pedig ismét minta szerűnek nevezi Románia kisebbségi politikáját annak kontextusában, hogy a külföldön élő román közösségek számára is hasonló elbánást kér. Magyarország vonatkozásában azt írják, az 1996-os alapszerződés és a 2002-es stratégiai partnerség szellemében kívánják újraindítani a kétoldalú kisebbségi szakbizottságok munkáját.